mint ágak közt a szél, csillagok közt a felhő, úgy nőni önmagamban kuszával, mint az erdő. A Móri Zsigmond Kulturális Egyesület minden évben megünnepli az olvasás világnapját, közvetítve e jeles nap folyamatosan érvényben lévő üzenetét. Természetesen minden évben az olvasásra szeretnénk felhívni a figyelmet, az olvasást szeretnénk népszerűsíteni, hiszen a mai digitális világban erre nagyon nagy szükség van. Van, amikor könyvbemutatóval, van, amikor prózai művek felolvasásával, most ez alkalommal pedig kijöttünk az erdőbe, hogy ne csak lelkileg frissüljünk fel, hanem testileg is, és közben pedig szép verseket szavaljunk. A világnapot még 1965-ben jelölte ki az UNESCO szeptember 8-ára, hogy felhívja a figyelmet az írás és az olvasás fontosságára. Váci Mihály mindenütt otthon. Otthontalan csavargó vagyok én, hiszen minden vidéken otthon érzi magát szívem. Minden határ fölött a régi kék az ég, s a rozsban mindenütt lefognám kedvesem szemét. Váci verset hoztam elsősorban az évfordulóhoz kapcsolódóan. Mindenütt otthon címűt fogom elmondani. Több száz verset tudok könyv nélkül, ezért kérdeztem is a társaimat, mit mondjak, ti mondjátok őszi verseket, akkor Kányádi Sándort, Csanádi Imrét, Ratkó Józsefet és Radnótit őszi versekkel. Az olvasás világnapjára szervezett irodalmi séta állomásain a résztvevők felolvasták az ez alkalomra kiválasztott klasszikus költeményt vagy valamely kortárs szerző versét, esetleg saját írásukat osztották meg a többiekkel. Ki Vácit keresi, tegye verseit olvasva. Sötét égbolton őt egy csillag ragyogja. Szülőháza helyén már ott az új tulajdonos, s megtagadja nevét, mely a helyhez jogos. Váci Mihálytól hozok egy, nem Váci Mihálytól, hanem Váci Mihályról, igen, tőlem van, származik a vers, és a klorofilkupolás erdei béke. Ezt a versemet, egy prózavers, azért hoztam, mert ahhoz, hogy ezt megírhassam, ehhez olvasni kellett, sokat kellett olvasni. A sóstói sétán megjelent irodalomkedvelők körében valamennyien tisztában vannak az olvasás jótékony hatásaival, de elsősorban a felnövekvő generációra fókuszálva az olvasás népszerűsítése továbbra is közös érdek. Az olvasást mindig kell népszerűsíteni, hiszen mindig van olyan kihívás az életünkben, korábbi századokban is, ami az olvasásról elvonta a figyelmet, most nálunk ez a digitális világ, de én úgy gondolom, hogy ha a személyes találkozásokat egyre sűrűbbé tesszük, azokat az alkalmakat, amikor élőben elhangzanak az irodalmi művek, akár kortársak, akár klasszikusok, akkor sokat tehetünk azért, hogy az emberek újra könyveket vegyenek a kezükbe, illetve verseket. Kétfelől átölelni a szorongó világot, fogadni benne, s nyitni tőle forrást.